Sziasztok! Újabb Aruba kontenttel jelentkezünk. Elhoztuk újra Veszelovszki Pétert, az Aruba rendszermérnökét és ő fog nekünk segíteni, átnézni azt, hogy tulajdonképpen miben fejlődött az Aruba Instanton, mert van miről beszélnünk szerencsére. A Ubiquiti Unify kihívója az egy újabb szintet lépett, megjöttek a switchek, de részletesen majd később beszélünk erről. Mint sokan tudjátok, volt már egy korábbi részünk, amiben bemutattuk az összes akkori funkciót az instantonból, valamint eleve elmagyaráztuk, hogy pontosan mi is ez és hova képzelére a gyártó pozícionálni a terméket. Most egy olyanra készülünk inkább, hogy a Ubiquiti Unify és az Instant On, hogyha szembeállítjuk egymással a két platformot, akkor tulajdonképpen hol van több, hol van kevesebb, mégis mi a végeredmény, hogyha összevetjük ezeket. Röviden összefoglalva, Enterprise hardverek, az már látható, ugye? 1930-as, ugye? Hát ugye ennek a modellnek a neve 1930, ez a 2930F szériából szivárgott át, tehát a benne lévő vas az gyakorlatilag egy az egyben megegyezik, a szoftver fölötte az, ami különbözik igazából. Igen. És ugyanez az ap is elmondható, ott is az Enterprise ap a 3 vagy az 5-ös szériás AP-k hardvere az, ami ugyanúgy benne van a kínálatban, ugye átváltoztatták a fedlapot, és lényegében ugyanúgy, mint a Switchnél is, ugye a szoftver az, ami kevesebbet tud, mint a Instant vagy a rendes Enterprise Aruba megoldásainál. Hogyha összevetjük ugye az Unify-vel, ami az egyik legelterjedtebb platform, amit érdemes támadni a piacon, egyből észrevehető, hogy itt, itt nincsen külön kontroller, ami a ubiquiti nél szükséges megvásárolni egy kontroller hardvert, itt erre nincsen szükség. Ezen kívül a bizonyos router funkciók is helyet kaptak az Instant On-ban, tehát nem kell egy security gateway-t leraknunk ahhoz, vagy Dream Machine-t, hogy megkapjuk a layer 7-es tűzfalat, alaprouter funkciókat, mint például a DHCP szervert, a, a natolást, a, a szerverkezelést, külső rádiusz szerverkezelést. Ezeket tulajdonképpen szimplán az ap és a switch-ek megugorják külső egyéb hardverek nélkül. Ezzel tulajdonképpen mit is hozott az Aruba? Azt, hogy hogy nem kell megvennünk adott hardvereket, is és felépíthetjük a hasonlatos képességű rendszerünket. Így van, ez a valódi plug-and-play funkció. Igen. A szoftver egyszerű, ezt ugye elméltettük, hát jóval kevesebb feature jön, mint a, mint a Aruba Instant, és jóval kevesebb feature-re jön értelepszerűen, mint a Ubiquiti is, mert ez egy régebbi platform, de azt is hozzá lehet tenni, hogy azért a feature-ök egymás után szépen jönnek be, és egyre több minden kerül be időről időre, a radius se volt szó korábban, igen, most már van, benne igen. van. Ezért a Release notes az rendjén látszódik, hogy folyamatosan újabbnál és újabb feature-ök jelentkeznek, uh -huh. mi szinte mindegyikben van egy vadonatúj feature, igen. ami leszivárog az Enterprise kategóriából. Igen. Ettől függetlenül az egész koncepció alapvetően az az, hogy olyan helyeken, ahol nincsenek IT alkalmazottak nagy számban, esetleg egy rendszergazda, vagy egy fél, vagy akár egy rendszer rendszergazda van esetleg a cégen kívül, ott a lehető legegyszerűbb alapfunkciókat ellátó, de mégis megbízható rendszert szállítsa le az aruba. Ez az egész alapkoncepció. Jóval egyszerűbb üzemeltetni, mint egy Unify hálózatot, és mivel, hogy ugye a szoftverek az a rubától jönnek, sokkal megbízhatóbbak is. Ugye azt tudjuk nagyon jól, hogy a Unify-nál azért vannak ilyen szinten kétségek, mind megbízhatóság, mind pedig az újabb és újabb szoftvereknek a minőségével kapcsolatban. De ez egy másik adás témája lehetne esetleg. És mivel, hogy az Enterprise-ból szivárog le, biztonság tekintetében vannak előnyei, megkérdőjelezhetetlen pluszpontjai, erről kicsit beszélj, kérlek, Péter. Igen, tehát például az egyik olyan feature, ami kiemelkedik a piacon és nem szokott ebben a kategóriában jelen lenni, az a TPM chipnek a megléte, ami más néven Trusted Platform Module chipként ismerhető. Ennek a chipnek az a lényege, hogy az access pointon vagy a switch-en tárolt különböző szertifikétek, tanúsítványok vagy bármilyen egyéb titkos információ hogyha esetleg az adott access pointot vagy switchet eltulajdonítják, ne lehessen kinyerhető. Ez a chip, ez ezért van bennük. Ha értem, tehát hogyha mondjuk ellopok egy AP-t, akkor a Wi-Fi elszót abból nem tudom visszanyerni. Így van, illetve a cloud és az access point közötti titkos kulcsokat se fogod tudni kinyerni, tehát Aha. nem fogsz tudni az AP nevébe kommunikálni a cloud ezáltal nem tudsz titkos információkat kinyerni a céges hálózatról. Aha. Érdekes. És akkor egyéb védelmek? Ilyenről olvastam, hogy DOS védelem például? Igen, a, a switch ekben van Enterprise szinten, ez egy alap alapfunkciónak számító feature, ez a DOS védelem. Ez például egy időben elég híres volt arról, hogy ddos támadások érték különböző cégeket, és ott az adott eszközök erre nem voltak felkészítve, és például ez a switch képes felismerni azt a jellegű támadást, és képes elhárítani, gyakorlatilag lezárja azt a portot, uh -huh. ahonnan, jön a ahonnan jön a támadás. Ez is tulajdonképpen megint arra mutat vissza, hogy nem kell IT részleg a cégbe, mert hogyha esetleg egy ilyen támadás is jön, automatikusan ez, ez megoldásra kerül ez a probléma. De ugyanúgy van egy másik funkció az ARP védelem is, tehát az ARP támadás ez egy olyan jellegű támadás, hogyha én másnak a nevében szeretnék információt kinyerni, mondjuk a default gateway-emtől, akkor én fölveszem az ő megcímét és IP címét, és ezt így, hát úgy mondják, szaknyelven spúfolom az adatait, uh -huh. eltulajdonítom. És az adott default gateway nem tudja megkülönböztetni a két eszköz között, hogy most ki irányába kell, hogy adatot küldjön, és én ezáltal adatcsomagokhoz. Juthatok, amiből megint csak bizalmas adatokat tudok kinyerni. Ez az eszköz ezt a jellegű támadást képes kivédeni uh -huh. és érzékelni. Igen, és egy sokkal egyszerűbb, de talán még fontosabb funkció az az, hogy amit már az indulásnál is támogatott, a mai napig nem jutott el odáig sajnos a Ubiquiti Unify, VPA 3 támogatás. Ugye köztudott, hogy a VPA 2 az egy viszonylag most már könnyen törhető, wireless, pre-shared ki megoldás, a vp 3 mal ezt ugye befoltozták ezt a lyukat, de még mindig nagyon sok gyártó nem hozta el sajnos a vp 3 támogatást. Ez már amikor indult tavaly, akkor is benne volt. Igen. Azóta is természetesen része. Jó. Akkor még ugye annyit összehasonlításképpen el kell mondani, hogy úgy, mint a Ubiquiti Unify-nál, itt sincsenek semmilyen licencköltségek költségek vagy utólagos rejtett költségek, ami ugye jellemzően az emberek fejében úgy van meg, hogy ó, a ruba, hát akkor ott számolni kell ilyen, meg olyan, meg amolyan díjakkal időről időre azt majd számlázza nekem a disztribútorom. Nem, itt nincs. Instant onnál nincsen. Semmiféle extra díj. Viszont megint vissza kanyarodva az Enterprise hardverekhez, a garancia az mégis Enterprise valamilyen szinten, mert a switchekre limited lifetime warranty van, így van, így van. Ami, ami azt takarja, hogy end of life plusz 5 év garancia, és ha, ugye említettem korábban, hogy ez 2930F széria, amire az Aruba eredetileg 99 év garanciát ad, és mivel ebbe ugyanaz a hardware komponens található, ezért azért prognosztizálnám erőteljesen, hogy ez több mint 5 évig bőséggel el fog menni end of life után. Igen. Fontos megjegyezni, az AP-kra egy év van sajnos, de attól függetlenül ebben sem szenved el hátrányt. Igen, az AP-knál pedig annyit tennék hozzá, hogy azoknál is ugye, ahogy említettük is korábban Enterprise vas van benne, azoknál Enterprise részen End of Life plus 5 év gari van, tehát az is bőven tovább el igen. fog menni valószínűleg, mint egy év. Igen, érdekes. Ugyanazt a hardware kapjuk, tehát igen. Igen, ugyanaz, ugyanaz a komponens, ugyanarra van felkészült, hogy End of Life Word, a garanciát kapjon átfutottuk az összes részletet, akkor most foglalkozzunk egy kicsit azzal, hogy az új hardverek, amik jöttek a platformhoz, azok mit hoznak nekünk, mit adnak, és itt is egy kis ár összehasonlítással együtt fogjuk ezt megtenni. Let's go! Tehát először is jött egy új AP, ami a Wi-Fi 6-os standardet támogatja, tehát 802.11 AX-es, és itt, hogyha összehasonlítom a Ubiquiti megfelelő megoldásaival, akkor azt kell tudni, hogy ez egy valódi Wi-Fi 6 AP, míg azok nem lesznek azok, legalábbis azok, amiket most látunk még. Mert hogy a Ubiquiti oldalon a 2.4-es rádiók azok rendre ennesek az összes eddig bejelentett változatban, addig itt az első, az AP22, ami ugye az 500-as az Alias 505. Igen, alias ott már a 24-es 24 rádió is ax ready kétszer kettes mindkét oldalt. A 24-es is, meg a 5 gigás is, belépő szintű AP ugyan, de legalább már 24-en is adja az új szabvány támogatást. Switching oldalon 7 switchet kapunk, különféle változatokban, 8, 24, 48 portos változatok, vannak PoE-s és nem PoE-s változatok, Sőt, PoE büdzsé szerint is ö, változik ez a történet, tehát van például olyan 24 portos switch, ami poe de az egyik az 195, a másik az 370 wattos. Ugye itt a portokban is abban olyan szinten különbözünk, hogy mely, melyiknek hány portja poe Nem megyek bele nagyon a részletekbe, hogy most pont hogy is néz ki, de a különbségek azok SFP port vagy SFP plusz port, megléte vagy nem léte, valamint a PoE büdzsékben térnek el. Azt elmondhatjuk, hogy hány vattos változatok léteznek? Tehát a 8 portoshoz egy 124 wattos, tehát annak az összes sportja képes PoE-t kiadni. Van 24-esből 195 illetve 370 wattos is, nyilván itt is attól függően, hogy hány porton képes kiadni. Illetve van a 48 portosból 370 wattos, aminek a felét tudjuk felhasználni, tehát abból 24 portot tudunk PoE-ra befogni. Ha ezeket össze vetni a egyre kaotikusabb Ubiquiti switching portfólióval, és hogyha most ki is veszem a képletből az első generációs switcheket, mert ezek hamarosan várhatóan kimennek a, a piacról, és csak a második generációsokkal akarom összevetni, akkor sem lesz egyszerű dolgom. pedig azért, mert ugyanúgy, ahogy az előző részben ugye beszámoltunk arról, hogy a wi access pointokat próbáltuk összevetni a, a megfelelő Ubiquiti access pointokkal, ott is ugyanaz jött ki, hogy amelyik egy kicsit olcsóbb, mint a Ubiquiti azonos megoldása, az egy kicsit kevesebbet is ad, ami egy kicsit drágább, mint a Ubiquiti azonos megoldása, az meg egy picit többet ad. Ez pont ugyanígy igaz a switchingre is. Tehát ott is az van, hogy például e, itt ebben a portfólióban egyáltalán nincs lehetőségünk BT switch-et választani, tehát a, a 60 wattos polaszabványt ezt nem tudjuk kinyerni. E, ott van ilyen opció, de az a switch drágább is, mint itt bármelyik. Viszont itt például jóval magasabb POE büdzsét kapunk át és POE portokkal ellátott switchnél, mint a Ubiquiti azonos megoldása. Tehát érdemes átnézni az adatlapokat, hogy most pontosan melyiknek hány portja és az hány wattot tud, melyiken van SFP vagy SFP+, plusz, mert ilyennel is játszik például a Ubiquiti, hogy a, csak a Pro switchekre kerülnek a SFP+, plusz portok hogy ha arra szükségünk van, mindenképp pro switch-et kell vennünk, akkor már drágább switch-et veszünk, mint egy instanton, pedig itt a SFP port már egy olcsóbb switch-en is elérhető sok esetben. Tehát nem lehet egy ilyen egyszerű táblázatba rendezni őket és összevetni az árakat, de az elmondható összességében, hogy viszonylag ugyanott van az ár, a, a, a költség vonal, ha, úgy, ha egy adott rendszert építünk fel, valahol ugyanúgy fog kinézni költségben árban az egész rendszer, csak hát bizonyos egyszerűségekkel. Itt nem veszünk kontrollert, itt nem veszünk uh, gateway-t esetleg, hogyha meg tudjuk oldani a benne lévő feature-ökkel a router kiváltást. És hát az ap kkal switch-ekkel együtt összerakva a történet végül az lesz, hogy, hogy, hogy jobb garanciát kapunk, hogy uh, egy megbízhatóbb hardwareből épült hálózatunk lesz, és uh, és viszonylag ugyanazon az áron. Ami a backside az az, hogy a Unified több feature-t ad, Kérdés, hogy ezeket kihasználjátok-e, kihasználjuk-e? Igen, egyébként ez jutott eszembe nekem is, hogy az Orgba mellé azt tudnám felhozni érnek, hogy lehetséges, hogy nincsen benne annyi feature, de ha neked az kell, hogy leraksz egy switchet, vagy egy access pointot, és nem akarsz vele bíbelődni updatenként, és hibát javítani, akkor lehet, hogy ez egy jobb választás tud lenni, mert nem egy olyan installáció van, ahol azt se tudják, hogy hol van az access point, meg a switch már, mert... Nem kell vele foglalkozni. Igen, főleg olyan helyeken, ahol most ez egy konditerem, egy orvosi rendelő, vagy egy akár egy szálloda is egyébként sok esetben. Azok a funkciók, amik ezekre a helyekre szükségesek, azok bőven benne vannak. Fejlette feature-öket azt meg ezek a helyek nem igazán, én legalábbis úgy tudom, hogy nem igazán használják ki. Röviden ennyi, Aruba Instanton mindenképpen megéri rászállni az időt mindenkinek, aki wifi-t épít, meg hálózatokat fejleszt, hogy átnézze, belenézzen. Amennyiben teszteszköz kell, jelentkezzetek az Access Pointnál. Köszönjük figyelmetek, köszönjük, hogy eljött Peti bemutatni az Aruba Instantont. Sziasztok! Sziasztok!